A Budapesten elszenvedett vereséget követően a nyíregyháziaknak mindenképpen nyerniük kellett volna ahhoz, hogy életben tartsák döntős reményeiket. Az első negyedet a fővárosiak nyerték 4 ponttal, a második 10 perc viszont a hazaiak élet 2 ponttal. A folytatásban átvette a vezetést a házigazda, sőt, a záró játék részben 6 ponttal is vezetett Farkasinszky Gyuláni együttese. A TFS-e azonban nagy hajrát nyitott, és az utolsó pillanatokban 2 büntetővel a maga javára fordította a mérkőzést, megnyerve ezzel a párharcot. Egy jó mérkőzést játszottunk, amellett, hogy vétettünk olyan hibákat, ami esetleg oda vezethetett, hogy esetleg ez lehetett, hogy a mérkőzés vége játékában nem mi nyertük meg a mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy fölkészültünk előképpen, hát attól sokkal koncentráltabban és összeszedettebben játszottunk, mint a TFL-en. Nem nagyon tudtuk mi megoldani ezt a fiatal és idősebb játékos közti kontaktokat, mert ugye, ha mi fiatalabb játékosaink kontaktba kerültek az ellenfél játékosaival, abban a szent pillanatásban ugye fautot kaptak. Ha a kicsiket, akár azt is mondhatom, hogy fölrúgták, mert ilyen is volt sajnos, hogy úgy kellett összeszednünk az oldalvonal mellett, ők erre semmilyen kedvezményt nem kaptak, tehát még csak a fautig se tudtak eljutni. A nyíregyházi kosársuli a bronzéremért azzal a Szegeddel játszik, amelyel 1-1-re végzett az alapszakaszban. A 2 nyert meccsi tartó párharcban az alapszakasz győztes tiszapartiak lesznek pályaelőnyben. Nyilván nagyon szeretnénk ebben az évben is érmet nyerni, bár azt már többször mondtuk, hogy ugye az, hogy 4-be kerültünk, ez valamilyen szinten erőn felüli teljesítmény a csapattól, de ha itt van az ember, akkor nyilván szeretne már valamit. Tehát jó lett volna egy döntő is, ez nem jött össze, így most megpróbáljuk a 3. helyet. A mérkőzések időpontja még kérdéses, mivel a nyíregyháziak a következő 2 hétvégén utánpótlás döntőkben szerepelnek, valamint a csapat kulcsjátékosa Papp Klaudia május 15-én csatlakozik a világbajnokságra készülő felnőtt B33-as válogatott kerethez.